Június közepén 17 játékossal kezdte el a felkészülést Székesfehérváron az U18-as fiúkosárlabda válogatott. A korábbi nyíregyházi edző Ferenczi Tamás által összeállított keretben helyet kapott a 17 éves Fazekas Csaba is. A románok, csehek, osztrákok és szervek ellen vívott edzőmeccseken a Marsó Nyíregyháza játékosa meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy helye van a Skopjébe utazó keretben is. Jól dolgozott a felkészülés során. Ő volt a 99-es születésű játékosok közül, aki a legjobb teljesítmény nyújtotta, és a bő keretből sikerült a szűkített 12-es keretbe is bekerülnie, úgyhogy ez egyértelmű, hogy az ő érdeme. A nyíregyházi játékos örül annak, hogy teljesítményével kiharcolta a helyét az Európa-bajnokságra utazó csapatban. Próbáltam a legjobb teljesítményt nyújtani a válogatott edzőtábor során, és gondolom, hát is remélem az edzők is meg voltak velem elégedve. Persze az is célom volt, hogy bekerüljek a 12-es keretbe, ami sikerült, és hát elégedett voltam nagyon a csapattal is és a munkámmal. A magyar válogatott jól szerepelt a felkészülési meccseken, több győztes mérkőzés után az utolsó két találkozón az A csoport élvonalába tartozó szerbektől mindössze 11, illetve 9 ponttal kapott ki Ferenczi Tamás együttese. Mindenféleképpen biztató, hogy egy ilyen kosárlabda kultúrával rendelkező ország csapat ellen helyt álltunk és jól szerepeltünk. Mindenféleképpen szeretnénk a csapatból, csoportból tovább jutni, ehhez az első-második helyen kell végezni. Bízom benne, hogy ha 8 között vagyunk a keresztjáték során, négy közé is bejutunk, és ott már bármi lehet, ha már ott vagyunk, akkor szeretnénk megragadni azt a lehetőséget, hogy az első, második, harmadik helyezett csapat jut fel az A-divízióba. A B csoportos Európa-bajnokság pénteken kezdődik Skopjében. A magyar válogatott elsőként Lengyelország ellen lép pályára, majd a csoportmeccseken még Bulgáriával, Írországgal, Ciprussal és a házigazda Macedóniával találkoznak Fazekasék.